Tisztelt Örökszent Miklósiak, kedves választópolgárok! Mint ezt bizonyára mindannyian tudják, 2019. október 13-án itt Örökszent Miklóson az egyes számú választókörzetben szavazategyenlőség miatt nem lehetett végső eredményt kihozni az önkormányzati képviselő választásokon. A választási bizottság döntése alapján ezt a választást 2020. január 19-én meg fogják ismételni. Ebből az apropóból tartunk most sajtótájékoztatót, ahol nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Nos, előző választás, tehát az október 13-ai választás óta eltelt durván 3 hónap alatt lehetőségünk volt betekinteni a város mindennapjaiba, a város költségvetésébe, és jól látható, jól tapasztalható az, hogy az állami finanszírozás lehetőségeiket nem olyan módon használjuk ki, illetve nem használjuk ki teljes mértékben. Mi úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy a normatív támogatáson túl a város fejlesztésére, beruházására, munkahelyteremtésre, egyéb forrásokhoz jussunk, olyan képviselőtestületi tagokra, olyan képviselőkre van szükség, akik ebben valamilyen jártassággal, készséggel, kompetenciával rendelkeznek, tudják az uniós forrásoknak a lehívási rendszerét, és tudják azt, hogy hogyan kell mindezt végigvinni, teljesíteni. Mi annak idején, amikor kialakítottuk csoportunknak a programját, az önök megkérdezésével tettük azt, és ehhez alakítottuk ki azt a szakembergárdát, akivel elindultunk a választásokon. Nos, ez részben teljesült is, hiszen a jelenlegi állás szerint is a testületben 5 fővel képviseltetjük magunkat. De ahhoz, hogy ez a jövőben még hatékonyabban történhessen, még inkább teljesüljenek az elképzeléseink, és a város fejlődését tudjuk biztosítani, az elkövetkezendő választáson is szükséges az, hogy egy olyan szakember kerüljön be ebbe a testületbe, innen az egyes számú választókörzetből, akire jellemzők azok a kompetenciák, amelyeket korábban említettem, azaz innovatív, kreatív, szakmailag kiváló és elkötelezett örökszentmiklósi lokálpatrióta. Nos, ezek alapján a mi választásunk újra dr. Pataki Tibor ügyvéd úrra esett. Úgy gondoljuk, hogy ő személyében megtestesíti az előbb elmondottakat, képes és tud tenni a városért. Tud tenni a képviselőtestület hatékony munkájáért, hiszen minden, amit teszünk, jogi keretek között történik, és ő munkájából adódóan nagyon jól ismeri ezeket. Elismert szakembere a városnak, és már eddig is bizonyított jó néhányszor, hogy nem akarja elhagyni városunkat. A város különböző szervezeteit támogatja önzetlenül, és ezt fogja folytatni a jövőben is. Kérem Önöket, hogy jöjjenek el 2020. január 19-én a választásra, és jelöljék meg szavazatukkal dr. Pataki Tibort, mert ezzel a város nyer. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kedves Örökszent Miklósiak, tisztelt választópolgárok! Elsősorban is köszönöm, hogy 2019. október 13-án szavazatukkal támogattak. Ahogy Budai úr is említettem, 2020. január 19-én időközi önkormányzati választásra kerül sor szavazategyenlőség miatt. Kérem, hogy 2020. január 19-én is legyenek szívesek szavazatukkal megtisztelni. Miért kérem, hogy engem támogassanak szavazatukkal? A város azzal nyer, hogyan képviselője lesz az első szám választókeretnek, aki választókereti programot alkotott, és azon igyekszik, hogy megvalósítsa ezt a választókereti programot. Mire gondolok én? A teljesség igénye nélkül szeretnék néhány programpontot megemlíteni. Azt gondolom, hogy a választókeretben élők számára fontos az, hogy rendezett környezetben éljenek. Ez sok tekintetben csak némi odafigyelést igényel. Ide tartozik a Táncsis lakótelep, Fáji lakótelep többek között. Tapasztalhattuk azt a választókeretben járva kelve, hogy teli vannak a kukák. Erre közlekedik a kukás autó minden munkanap. Nem telik túl sokba az, hogy
jelezzük az illetékesek számára, tessenek szívesek lenni, arra kerülni, és akkor a kihelyezett szemeteseket kiüríteni. Ünnepek előtt tapasztaltuk azt, hogy ez problémát jelent. Odafigyeléssel megoldható, ez nem is jelentős anyagi kérdést fölvető feladat. Hasonlóképpen rendben tartva a környezetet, füvet lenyírva. Eddig is nyírták a füvet, legfeljebb az időzítés nem biztos, hogy túl szerencsés volt. Ez is odafigyeléssel megoldható. De itt állunk a Táncsis Mihály utcában. Gondoljunk csak arra, hogy milyen problémát jelent az, hogy a Táncsis Mihály utcáról a Kossuth Lajos utcára kívánnak a gépjárművezetők kikanyarodni balra negyedben. Hosszú idő óta megoldatlan kérdés ez. Tudom, hogy ez nem önmagában az önkormányzatnak a feladata, hiszen Magyar Közút által kezelt útról van szó, mind a Táncsis Mihály utca tekintetében, mind pedig a Kossuth Lajos utca tekintetében, de azt gondolom, hogy határozott fellépéssel el lehet azt érni a Magyar Közútnál, hogy a kereszteződésben, a Baranagyiben történő kikanyarodás megoldható legyen. Hasonlóképpen a Fáy András lakóteretnél célszerű lenne a Táncsis Mihály utcában gyalogátkelőhelyet létesíteni. Azt gondolom, hogy itt is van arra lehetőség, hogy egyeztetés révén hozzájáruljon ehhez a Magyar Közút. Ami a strandfejlesztését illeti, szeretnénk azt elérni, hogy bővüljenek az egészségügyi szolgáltatások. Bizonyára tapasztalják a választópolgárokat, a Rögszent Miklóson élők, hogy számos fürdőkezelés miatt el kell mennünk akár Mezőtúrra, akár Kisújszállásra, akár Martfűre. Jó lenne úgy fejleszteni a strandot, hogy ezek döntő része Törökszent Miklóson is elérhető legyen, sokkal kényelmesebb lenne a helybeli lakosok számára. Lehetne növelni a strand szolgáltatását azzal, hogy ingyenes wifi-t létesítünk. Mai technológiai körülmények között ez azért nem jelent olyan jelentős kihívást. Tehát a választókerti programommal azt szeretném elérni, hogy minél élhetőbbé váljon ez a választókeret és a választópolgárok számára minél jobb körülményeket tudjunk létesíteni, nem csak akik az első választókeretben laknak, hanem minden Törökszent Miklósi választópolgár számára. Azzal is nyer a város, hogyha olyan képviselője lesz az első számú választókeretnek, aki jogi végzettségével, szakmai tapasztalatával, nemzetközi kapcsolatrendszerével tudja segíteni a képviselőtestület munkáját és hozzájárulni a város fejlődéséhez. Azt gondolom, hogy az is a város előnyére válik, ha olyan képviselője lesz az első számú választókeretnek, aki aktív a civil életben, társadalmi szervezetek, alapítványok munkáját támogatja jogi képviselői tevékenységével. Erre éppen a héten volt egy szép példa, hogy hogyan lehet alapítványok működését úgy segíteni, hogy megfelelő támogatást tudjon nyújtani egy alapítvány. Azzal is nyer a város, hogyha olyan képviselője lesz az első választókerületnek, aki itt lakik helyben, ebben a választókerületben, nem pedig a város másik részén. Hiszen aki itt lakik, itt él a választópolgárokkal együtt, sokkal könnyebben átlátja a választópolgárok problémáját, sokkal könnyebben tud reagálni azokra a problémákra, amik felmerülnek a választókeretben, és sokkal könnyebben tud megoldást keresni a felvetődő problémákra. Tehát ezért kérem önöket, az első számú választókeretben lakókat, hogy 2020. január 19-én legyenek szívesek elmenni szavazni, és szavazatukkal engem támogatni. Köszönöm szépen!